Montenegróban vagyunk itt egy nagyobb létszámú magyarországi küldöttséggel, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Budapestről, és hát hozzácsapatom a szabadkai csapatot is, ott is magyar ajkú zsidók jöttek ide Montenegróba. Montenegróba minden évben megrendezik a Mahar elnevezésű konferenciát, találkozót, ahol alapvetően a balkáni országok és kelet-európai országok képviselői vesznek részt. A montenegrói közösség egy pici, fejlődő és mondom nagyon lelkes közösség. Keresik a kapcsolatot nagyobb zsidó közösségekkel, hogy szakmai segítséget, együttműködési lehetőségeket kapjanak. A közösség vezetőjével volt egy hosszabb beszélgetésünk, és megállapítottuk, hogyha európai zsidó közösségekben gondolkodunk és abban gondolkodunk, akkor valójában az angol, a francia, a német és a magyar közösség az, amelyik nagyobb lélekszámú és jelentősebb infrastruktúrával rendelkezik. És részben személyes kötődések miatt is, hiszen a montenegrói közösség vezetőjének az édesanyja magyar volt, így aztán az ő anyanyelve is magyar, remekül beszél magyarul a mai napig is. Ő nagyon szeretne szorosabb kapcsolatot a magyarországi zsidó közösséggel, és abban maradtunk, hogy megpróbálunk egy együttműködési megállapodást kötni velük, ami a kölcsönös előnyökre épülne. Tehát nem csak a magyar segítségre, szakmai segítségre, hanem a kölcsönös előnyökre. Ami ezt akár meg is alapozhatta, a közösség Magyarországról kapott azt hiszem tavaly tórát, és idén pedig nagyon sok imakönyvet hoztunk nekik, hogy segítsük a hitéletüket, illetve segítsük ennek a konferenciának is a megtartását. Mi Montenegróban vagyunk mostan, egy Petrovac nevezetű kis üdülő városka vagy faluba, és ez a harmadik éve, hogy történik ez a rendezvény, tehát ez egy ilyen konferencia alakú rendezvény. A montenegrói zsidó közösség elég fiatal, tehát a legfiatalabb közösség Európában, és lehet azt is mondani, a legkisebb közösség Európában. De van egy olyan, hogy a kiöregedett, elfáradt közösségeknek már nincsen erejük, nincsen talán kedvük se valami újat csinálni. Mi viszont észrevettük, hogy mi a baja, hol van a nagy betegség tulajdonképpen a volt jugoszláv és környezetbeli kis közösségekben. Tehát három veszély fenyeget minket. Az egyik az asszimiláció, az a legnagyobb veszély. Tehát ez nagyobb veszély, mint az antiszemitizmus, a terrorizmus együtt. Mert hiszen ha az asszimilációnak nem állunk útjába, akkor el fogunk tűnni. Második dolog, hát természetesen az antiszemitizmus, ami gyötör nem csak minket, hanem minden közösségét Európába. A harmadik dolog az, hogy elfelejtettünk együtt lenni, elfelejtettünk találkozni. Talán azért is, mert rengeteg a gondunk, és egyszerűen úgy élünk, ahogy bírunk. És ennek alapján három évvel ezelőtt beszereztünk egy büdzsét erre, és megindultunk az úgynevezett Mahar találkozókkal, amit héberre annyit jelent, hogy holnap. Tehát nem jövő, hanem holnap, tehát a nagyon közeli jövő, mert elsősorban azt kell látnunk, aztán jön a távolibb jövő. Ez most már harmadik éve, hála Istennek, hogy találkozunk. Annyit mondhatok, hogy minden évben 450, 500, sőt 600 vendég is volt, és minden évről évre próbáljuk megjavítani az előadók és a panelistáknak a
minőségét, és mindig híresebb és híresebb embereket hozunk össze a zsidó európai vagy amerikai diasporából, és különféle témákról beszélünk. A második ok, hogy találkozunk, az abban van, hogy megismerkedjenek a fiatalok. Mink az idős generáció egymásra emlékszünk, még a régi időkből, és mikor még Jugoszlávia együtt volt, és de hát itt vannak a gyerekek, itt vannak az unokák, ezekről, hogy megismerkedjenek. Még az albán zsidó közösség is csatlakozik minden évbe, és azon kívül mindig van egy ilyen vendég hitközség, vagy nagyobb szervezet, az idén Magyarországról jöttek, ott az egész Pestről a zsidó hitközségek elnöke, a budapesti hitközségek elnöke, Szegedről, Hódveződ, Mázsárhelyről és a többi. Azért tartottuk fontosnak, hogy itt legyünk, tavaly is már, sőt tavaly előtt is, mert megpróbálunk megragadni minden olyan lehetőséget, ahol a különböző európai zsidó közösségek közötti együttműködésről esik szó, és ahol a különböző közösségek közötti kapcsolatokat lehet valamilyen szinten erősíteni és fejleszteni. Itt Montenegróban egy nagyon lelkes és kis számú zsidó közösség dolgozik, munkálkodik. Létszámukhoz képest egy hatalmas konferenciát rendeznek minden évben, most is körülbelül 400-an vagyunk itt a konferencián, és hogy mennyire fontos ennek a konferenciának a léte, azt talán jelzi azt, az is, hogy Izrael államának helyi nagykövetén túl a Zsidó Világkongresszus igazgatója, Robert Zinger is részt vesz a konferencián, és több előadással képviseltette magát. Érdekes egyébként a konferencia összetétele. Én nagyon sok nemzetközi megmozduláson vettem már részt, és itt most nagyon sok új arc van. És ez nagyon tudatos, hiszen itt számos olyan balkáni kisközösségnek a képviselői vannak jelen, akik méretükből adódóan, a távolságból adódóan, vagy politikai okokból, de nagyon nehezen vesznek részt egyébként a zsidó szervezetek nemzetközi munkájába. Úgyhogy hallottunk egy nagyon izgalmas tájékoztatót a Zinger úrtól, Robert Zingertől, a Zsidó Világkongresszus működéséről, és pillanatnyilag Izrael jelenlegi helyzetéről, Izrael és a diaszpora kapcsolatáról van szó. A 15.-16. századtól kezdve a zsidók érkeztek lassan a Balkán félszigetre, elsősorban a mai boszniai területre, egyenesen Spanyolországból a kiűzés után kerültek Boszniába. A másik része a spanyol kiűzött zsidóknak Törökországba került, és aztán a török haddal, ahogy lassan indultak föl észak felé, jöttek a zsidók is. De valahogy ez a Duna-Száva vonal, ez egy határ volt, ameddig érkeztek a szefárd, illetve a spanyol zsidók, és ezen túl, mivel ott volt valamikor Magyarország, hozták magyar monarchia, stb., voltak az eskenáz zsidók, tehát a német, magyar, csehszlovák származásúak. 919-ben, mikor megalapodott Jugoszlávia, tehát első alkalomkor, akkor ugyanez a felosztás megmaradt, tehát a Száván és a Dunától északra voltak az úgynevezett eskenáz, vagyis majd itt hívták őket a magyar zsidók, és délre a Szávától és a Duna folyóktól voltak az úgynevezett szefár zsidók, vagyis már a spanyol zsidók. Ez a mai napig is így van. Hát voltak ilyen kis keverések, házasságok, stb., de nem nagy számba. Úgyhogy a balkáni zsidóknak a kultúrája is lehet mondani egyrészt ilyen szefárd, földközi, tengeri kultúra, és a másik része viszont ez a, hogy itt hívják őket a magyar zsidók és ezeknek a kultúrája. Oh, yeah.
Van egy különös pikantériája még ennek a mostani összejövetelnek, hiszen itt néhány évtizeddel ezelőtt egy Jugoszlávia nevű ország esett szét elemeire és nemzeteire, amelyik nemzetek aztán később hol háborúztak egymással, hol konfliktusok vannak közöttük. Ami nagyon izgalmas, hogy ezen a konferencián tulajdonképpen a volt Jugoszláviának szinte minden nemzete képviselteti magát, zsidói által, és ezek az emberek, ezek a zsidók zsidóságukkal megpróbálják szinte összekapcsolni ezeket az országokat, és ez a kapcsolat, ez mindig a béke és az együttműködésnek a kapcsolata lenne. Ez egy nagyon fontos tény és egy fontos üzenete ezeknek a Mahar konferenciáknak. Mi is egyébként számos kisközösséggel folytattunk tárgyalást, megint csak ilyen pikáns történet, hogy a koszovói zsidó közösség vezetőjével volt egy hosszabb beszélgetésünk, az albán közösség vezetőjével volt egy hosszabb beszélgetésünk. Én úgy gondolom, mindenhol vannak értékek, amely értékeket meg kell őrizni, és ebben csak akkor tudunk hatékonyan együttműködni itt Európában, vagy akár itt a Balkánon, hogyha közösen dolgozunk és segítjük egymást az értékek megtalálásában. A második világháború elfelejtette a felosztásokat, és ki honnan van. Tehát egyformán pusztult el az egész Balkán, illetve jugoszláv zsidóság. Mondjuk rá, hogy Európában ez a zsidóság a legtöbb veszteségét szenvedett, valahol csak 7%-a tért vissza a második világháború után, tehát a holokausztból és már a lágerokból és ebből a borzalmakból. A megmaradt zsidók, azoknak a száma állandóan ilyen 2-2,5 ezer között van. Egyszerűen elfelejtették már, hogy kik és mik. Ehhez még hozzáadódott a 90-es éveki háború. Nagyon sokan megmenekültek, része Izraelbe, része máshova, Európába vagy Amerikába. Úgyhogy a zsidók, ez a kevés megmaradt zsidók a holokauszt utánnak a száma nagyon csökkent. Ez volt az egyik az ok annak, hogy elindultunk ezzel a Mahar rendezvényekkel, hogy hát ne engedjük meg, hogy ez a kevés is eltűnjön, elvesszen. Na, azóta elég sokan visszajöttek, főleg 95-től errefelé a háború befejeztével, úgyhogy ma mondjuk rá lehet úgy mondani, hogy a volt jugoszláv országok és Görögország, Albánia, ez a része, hát mondjuk rá, hogy van körülbelül egy olyan 6-7 ezer zsidó összesen. Holott, ha nem lett volna holokauszt, kiszámolták ezt, tehát ezen a területen lett volna máma körülbelül 300 ezer zsidó. És ez a célja Mahárnak, megint ide jutottunk, hogy nem fogjuk megengedni legalább azt, hogy ez a kevés, ami megmaradt, eltűnjön. Tehát asszimilálódjon, vagy elmenjen, vagy egyszerűen ezt a teret, lehet, hogy csúnya a kifejezés, de zsidómentesíteni. Mert a zsidómentesítést ezt már próbálták, de nem sikerült. Úgyhogy mink hát azért se fogjuk megengedni, és elég szépen haladunk. Az idéni Mahárban volt 430-440 ember. Ha ezek hazamennek és elmesélik a következő 3-4-nek mindegyikhez, 1200-1300 ember, hogy volt, és hát reméljük, hogy évről évre szaporodni fognak a látogatók, a vendégek. Szeretettel várunk mindenkit. Egy föltétel van, hogy közös célunk legyen. Ezelőtt jöttünk össze, és úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk a zsidó hitközségét Montenegróba. Azon az alapító gyűlésén voltunk, azt hiszem, 10. Én nehézkesen
mentem be az egész ügybe, mert úgy gondoltam, hogy tehát vagy nincsen, vagy alig van egy pár zsidó. Aztán lassan elkezdtem dolgozni, meg mindannyian is. Ma egy olyan helyzetben vagyunk, hogy van körülbelül 120 aktív tagja a hitközségnek, és még legalább egy 350 zsidó, akiről tudjuk, hogy zsidók, akik egyszerűen nem akarnak csatlakozni hozzánk, egyelő, vagyis már egyelőre nem akarnak csatlakozni hozzánk. Montenegro az egy furcsa ország, tehát Montenegróban merem azt mondani, hogy nincsen antiszemitizmus. Tehát antiszemiták vannak, azok mindig lesznek, és mindenhol vannak, de antiszemitizmus Montenegróban egyszerűen mondhatom felelősséggel nincs. Tehát az 1700-as években éltek utoljára Montenegróban zsidók, akik Törökországba vándoroltak el erről az országrészről, és az ismereteik szerint az utolsó tóratekercset, ami felelhető volt az országban, az Dubrovnikba szállították át, ahol akkor még élő zsidó hitközség volt, és az újonnan alakult montenegrói zsidó hitközségnek nem volt tóratekercse, azt pedig tudni kell, hogy egy tóratekercs nélkül zsidó hitközség és vallási liturgiai életet élni nem lehet. Ez mindennek a központja, ez kell a szombati, a hétfői és a csütörtöki felolvasásokkor, a nyilvános tórai felolvasásokkor ennek az eszköznek rendelkezésre kell állnia, és ez nem volt a montenegrói zsidó hitközségnek, és mivel a Hódmezővásárhelyi zsidó hitközség remek kapcsolatot ápol a Balkán összes ma még létező zsidó hitközségeivel, és az a Mahár találkozókon is azért szoktunk jelen lenni a szorosabbá téve a kapcsolatot. Úgy döntöttek 2014-ben a vezetőség egy rögtönzött közgyűlésen, hogy a számos holokauszt után Hódmezővásárhelyen megmaradt tóratekercs közül egyet felajánlunk a montenegrói zsidó hitközségnek, és ez nagyon szép gesztus, már csak azért is, mert ahogy az előbb említettem, tóratekercs nélkül nem lehet zsidó vallási életet élni, és egyre inkább bővül a száma a montenegrói zsidó hitközségnek, újra szerveződik, újra szervezik a hitéletüket, és ezért most már minden eszközük megvan hozzá. A tóratekercs mellé most a legutóbbi információink szerint már egy új zsinagoga építésébe is kezdtek. Podgorica főváros polgármestere ajándékozott az zsidó hitközségnek egy telket, ami a városnak, Podgoricának, a fővárosának a legszigorúbb központjában van, egy majdnem 3000 négyzetméterű telket, amelyre engedélyt kaptunk, hogy építsünk egy általános zsidó központot, mink ezt úgy neveztük, hogy Judaika, és egy zsinagógát. Most természetesen itt a kérdés, hogy minek a 120 vagy 200, nem tudom hány zsidónak ekkora ügy. Montenegron köröztül évente megfordul 2,5-3 ezer zsidó. Turisták, izraeliek, amerikaiak, üzletemberek, azok a zsidók, akik itt élnek, akik külföldiek és itt dolgoznak Podgoricán, és szerintem a zsinagóga az nem egy magántulajdon, hanem az minden zsidója, aki útközben van, ez mindig így is volt, beléphet, belátogathat, ünnepre összejöhetnek és stb. Megvan a tervünk és az alaptervünk, most indulunk egy internet kampánnyal, egy ilyen pénzgyűjtő valamivel, megpróbáljuk felépíteni először a szinagógát. Ez egy ilyen körülbelül 500 üléses, tehát fele-fele felosztva, nem nagy zsinagóga. Úgy gondoljuk, hogy imahelyet adunk minden olyannak, aki Montenegrón megy át. Rengeteg sok tervünk van, könyvtárat nyitottunk, héber tanfolyamok vannak, 3 havonta kiadunk egy almanakszerű könyvet 120 oldallal. Remélem, hogy napról napra több zsidó fog lenni Montenegróba, hiszen az utóbbi évben szaporodott a közösség 36 vagy 37 taggal. Ezek nagyjából, nagy részből Izraelből vagy Oroszországból jövő zsidók, akik itt letelepedtek Montenegróba, itt élnek, itt laknak, itt dolgoznak. Ezek a közösségek egyébként, hogyha végignézzük, van olyan közösség, ahol 40-50 fő van. Van olyan közösség, ahol 200-300 fő van. Tehát ezek mind pici közösségek, és rengeteg hiátussal küzdenek. A montenegróiak egyik legnagyobb gondja az, hogy nincs rendszeres vallási vezetőjük, mert
a horvátországi rabbi látja el a rabbi tisztséget itt Montenegróban is, de ez egy évben néhány látogatásban realizálódik csak. Nagyon szeretnék, hogyha lenne rendszeres vallási vezetőjük. Ugye nekünk ott van az Orzse, amelyik képez ki szakembereket és elhivatott közösségi vezetőket, de itt van ugye az a nyelvi nehézség, amit nagyon nehezen küzdünk le, úgyhogy most közösen a montenegrói barátainkkal, a szabadkai barátainkkal keresünk olyan lehetőséget, ahol akár az Orzse bevonásával, akár szabadkáról, szerb nyelvtudással olyan embert vagy olyan embereket tudnánk kiképezni, akiket aztán itt Montenegróba a közösség építésében föl lehet használni. Én tulajdonképpen Szabadkán születtem, édesapám az belgrádi születésű, és anyám családja szabadkaiak. Mikor befejeződött a II. Világháború, akkor hát ugye Belgrádban nem maradt egy árva zsidó se, és apám még úgy döntöttek, hogy Szabadkán fognak élni, én ott is születtem, ott nőttem föl, és otthon is hát magyart beszéltünk, ugye az volt az anyanyelvem, úgyhogy innen jön a magyar nyelv, hát most elég hibásan beszélem, már rengeteget elfelejtettem, hiányoznak a szavak is. Na most Montenegróba kerültem 92-be, nem volt tervemben semmilyen aktivitás, mit tudom, zsidó hitközség, azt sem tudtam, hogy hány zsidó van Montenegróban, és így lassanként hát elmeséltem már, hogy került, hogy történt az egész dolog. Úgyhogy mindenki meglepődik, honnan tud egy valaki Montenegróban magyarul. Hát ez a válasz körülbelül rá. Okay. This is a gentleman, my friends. It was two very exciting presentation. Joel showed well the situation in Europe, the anti-Semitic situation in Europe. And I wouldn't like to repeat his presentation. I would like to speak about the situation in Hungary. Amikor arról beszélünk, hogy itt mekkora közösségek vannak, hogy 40 fős, vagy 200 fős, vagy 300 fős, akkor ezek a számok visszaköszönnek ám a magyarországi vidéki zsidó közösségeknél is. Hiszen a magyarországi vidéki zsidó közösségeknek a lélekszáma is ilyen nagyságrendekkel bír. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor azonos problémákkal szembesülnek, sokszor egy-egy embertől függ egy-egy közösségnek az aktivitása. És ezért is gondoltuk azt minnyájan, tehát mi is és a montenegrói elnök is, amikor beszélgettünk róla, hogy itten vannak olyan közös problémák és közös gondok, amelyeknek a megoldási módjai akár azonosak is lehetnek az egyik és a másik közösségben, és ezért is nagyon örülök, hogy itt vannak a szegedi zsidó hitközség képviselői, és itt vannak Hódmezővásárhelyről is zsidó testvéreink. Yeah.
Otthon is hát magyar beszéltünk, ugye az volt az anyanyelvem, úgyhogy innen jön a magyar nyelv. Hát most elég hibásan beszélem, már rengeteget elfelejtettem, hiányoznak a szavak is. Na most Montenegróba kerültem 92-be, nem volt tervemben semmilyen aktivitás, mit tudom, zsidó hitközség, azt sem tudtam, hogy hány zsidó van Montenegróban, és így lassanként, hát elmeséltem már, hogy került, hogy történt az egész dolog. Úgyhogy mindenki meglepődik, honnan tud egy valaki Montenegróban magyarul. Hát ez a válasz körülbelül rá. Okay. Ladies and gentlemen, my friends, it was two very exciting presentation. Joel showed well the situation in Europe, the anti-Semitic situation is in Europe, and I wouldn't like to repeat his presentation. I would like to speak about the situation in Hungary. Amikor arról beszélünk, hogy itt mekkora közösségek vannak, hogy 40 fős, vagy 200 fős, vagy 300 fős, akkor ezek a számok visszaköszönnek ám a magyarországi vidéki zsidó közösségeknél is. Hiszen a magyarországi vidéki zsidó közösségeknek a lélekszáma is ilyen nagyságrendekkel bír. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor azonos problémákkal szembesülnek, sokszor egy-egy embertől függ egy-egy közösségnek az aktivitása. És ezért is gondoltuk azt minnyájan, tehát mi is és a montenegrói elnök is, amikor beszélgettünk róla, hogy itten vannak olyan közös problémák és közös gondok, amelyeknek a megoldási módjai akár azonosak is lehetnek az egyik és a másik közösségben, és ezért is nagyon örülök, hogy itt vannak a szegedi zsidó hitközség képviselői, és itt vannak Hódmezővásárhelyről is zsidó testvéreink. Egy büdzsét erre, és megindultunk az úgynevezett Mahár találkozókkal, amit héber annyit jelent, hogy holnap. Tehát nem jövő, hanem holnap, tehát a nagyon közeli jövő, mert elsősorban azt kell látnunk, aztán jön a távolibb jövő. Ez most már harmadik éve, hála Istennek, hogy találkozunk. Annyit mondhatok, hogy minden évben 450, 500, sőt 600 vendég is volt, és minden évről évre próbáljuk megjavítani az előadók és a panelistáknak a minőségét, és mindig híresebb és híresebb embereket hozunk össze a zsidó európai vagy amerikai diasporából, és különféle témákról beszélünk. A második ok, hogy találkozunk, az abban van, hogy megismerkedjenek a fiatalok. Mink az idős generáció egymásra emlékszünk még a régi időkből, és mikor még Jugoszlávia együtt volt, és de hát itt vannak a gyerekek, itt vannak az unokák, ezekről, hogy megismerkedjenek. Még az albán zsidó közösség is csatlakozik minden évbe, és azon kívül mindig van egy ilyen vendég hitközség, vagy nagyobb szervezet, az idén
Magyarországról jöttek, ott az egész Pestről a zsidó hitközségek elnöke, a budapesti hitközségek elnöke, Szegedről, Hódvezőmásárhelyről és a többi. Azért tartottuk fontosnak, hogy itt legyünk, tavaly is már, sőt tavaly előtt is, mert megpróbálunk megragadni minden olyan lehetőséget, ahol a különböző európai zsidó közösségek közötti együttműködésről esik szó, és ahol a különböző közösségek közötti kapcsolatokat lehet valamilyen szinten erősíteni és fejleszteni. Itt Montenegróban egy nagyon lelkes és kis számú zsidó közösség dolgozik, munkálkodik. Létszámukhoz képest egy hatalmas konferenciát rendeznek minden évben, most is körülbelül 400-an vagyunk itt a konferencián, és hogy mennyire fontos ennek a konferenciának a léte, azt talán jelzi azt, az is, hogy Izrael államának helyi nagykövetén túl a Zsidó Világkongresszus igazgatója, Robert Zinger is részt vesz a konferencián, és több előadással képviseltette magát. Érdekes egyébként a konferencia összetétele. Én nagyon sok nemzetközi megmozduláson vettem már részt, és itt most nagyon sok új arc van. És ez nagyon tudatos, hiszen itt számos olyan balkáni kisközösségnek a képviselői vannak jelen, akik méretükből adódóan, a távolságból adnak részt. A montenegrói közösség egy pici, fejlődő és mondom nagyon lelkes közösség. Keresik a kapcsolatot nagyobb zsidó közösségekkel, hogy szakmai segítséget, együttműködési lehetőségeket kapjanak. A közösség vezetőjével volt egy hosszabb beszélgetésünk, és megállapítottuk, hogy ha európai zsidó közösségekben gondolkodunk és abban gondolkodunk, akkor valójában az angol, a francia, a német és a magyar közösség az, amelyik nagyobb lélekszámú és jelentősebb infrastruktúrával rendelkezik. És részben személyes kötődések miatt is, hiszen a montenegrói közösség vezetőjének az édesanyja magyar volt, így aztán az ő anyanyelve is magyar, remekül beszél magyarul a mai napig is. Ő nagyon szeretne szorosabb kapcsolatot a magyarországi zsidó közösséggel, és abban maradtunk, hogy megpróbálunk egy együttműködési megállapodást kötni velük, ami a kölcsönös előnyökre épülne. Tehát nem csak a magyar segítségre, szakmai segítségre, hanem a kölcsönös előnyökre. Ami ezt akár meg is alapozhatta, a közösség Magyarországról kapott azt hiszem tavaly tórát, és idén pedig nagyon sok imakönyvet hoztunk nekik, hogy segítsük a hitéletüket, illetve segítsük ennek a konferenciának is a megtartását. Míg Montenegróban vagyunk mostan, egy Petrovac nevezetű kis üdülő városka vagy faluba, és ez a harmadik éve, hogy történik ez a rendezvény, tehát ez egy ilyen konferencia alakú rendezvény. A montenegrói zsidó közösség elég fiatal, tehát a legfiatalabb közösség Európában, és lehet azt is mondani, hogy a legkisebb közösség Európában. De van egy olyan, hogy a kiöregedett, elfáradt közösségeknek már nincsen erejük, nincsen talán kedvük se valami újat csinálni. Mi viszont észrevettük, hogy mi a baja, hol van a nagy betegség tulajdonképpen, hogy Európában ez a zsidóság a legtöbb veszteségét szenvedett, valahol csak 7%-a tért vissza a második világháború után, tehát a holokausztból és már a lágerokból és ebből a borzalmakból. A megmaradt zsidók, azoknak a száma állandóan ilyen 2-2,5 ezer között van.
egyszerűen elfelejtették már, hogy kik és mik. Ehhez még hozzáadódott a 90-es éveki háború, nagyon sokan megmenekültek része Izraelbe, része máshova, Európába vagy Amerikába, úgyhogy a zsidók, ez a kevés megmaradt zsidók a holokauszt utánnak a száma nagyon csökkent. Ez volt az egyik az oka annak, hogy elindultunk ezzel a Mahar rendezvényekkel, hogy hát ne engedjük meg, hogy ez a kevés is eltűnjön, elvesszen. Na, azóta elég sokan visszajöttek, főleg 95-től errefelé a háború befejeztével, úgyhogy ma mondjuk rá lehet úgy mondani, hogy a volt jugoszláv országok és Görögország, Albánia, ez a része, hát mondjuk rá, hogy van körülbelül egy olyan 6-7 ezer zsidó összesen. Holott, ha nem lett volna holokauszt, kiszámolták ezt, tehát ezen a területen lett volna máma körülbelül 300 ezer zsidó. És ez a célja Mahárnak, megint ide jutottunk, hogy nem fogjuk megengedni legalább azt, hogy ez a kevés, ami megmaradt, eltűnjön. Tehát asszimilálódjon, vagy elmenjen, vagy egyszerűen ezt a teret, lehet, hogy csúnya a kifejezés, de zsidómentesíteni. Mert a zsidómentesítést ezt már próbálták, de nem sikerült. Úgyhogy mink hát azért se fogjuk megengedni, és elég szépen haladunk. Az idéni Mahárban volt 430-440 ember. Ha ezek hazamennek és elmesélik a következő 3-4-nek mindegyikhez, 1200-1300 ember, hogy volt, és hát reméljük, hogy évről évre szaporodni fognak a látogatók, a vendégek. Szeretettel várunk mindenkit. Egy föltétel van, hogy közös célunk legyen. Ezelőtt ti kapcsolatokat lehet valamilyen szinten erősíteni és fejleszteni. Itt Montenegróban egy nagyon lelkes és kis számú zsidó közösség dolgozik, munkálkodik. Létszámukhoz képest egy hatalmas konferenciát rendeznek minden évben, most is körülbelül 400-an vagyunk itt a konferencián, és hogy mennyire fontos ennek a konferenciának a léte, azt talán jelzi az is, hogy Izrael államának helyi nagykövetén túl a Zsidó Világkongresszus igazgatója, Robert Zinger is részt vesz a konferencián, és több előadással képviseltette magát. Érdekes egyébként a konferencia összetétele. Én nagyon sok nemzetközi megmozduláson vettem már részt, és itt most nagyon sok új arc van. És ez nagyon tudatos, hiszen itt számos olyan balkáni kisközösségnek a képviselői vannak jelen, akik méretükből adódóan, a távolságból adódóan, vagy politikai okokból, de nagyon nehezen vesznek részt egyébként a zsidó szervezetek nemzetközi munkájába. Úgyhogy hallottunk egy nagyon izgalmas tájékoztatót a Zinger úrtól, Robert Zingertől, a Zsidó Világkongresszus működéséről, és pillanatnyilag Izrael jelenlegi helyzetéről, Izrael és a diaszpora kapcsolatáról van szó. A 15.-16. századtól kezdve a zsidók érkeztek lassan a Balkán félszigetre, elsősorban a mai boszniai területre, egyenesen Spanyolországból a kiűzés után kerültek Boszniába. A másik része a spanyol kiűzött zsidóknak Törökországba került, és aztán a török haddal, ahogy lassan indultak föl észak felé, jöttek a zsidók is. De valahogy ez a Duna-Száva vonal, ez egy határ volt, ameddig érkeztek a szefárd, illetve a spanyol zsidók, és ezen túl, mivel ott valamikor Magyarország hozták, magyar monarchia, stb., voltak az eskenáz zsidók, tehát a német, magyar, csehszlovák származásúak.
1919-ben, mikor megalapodott Jugoszlávia, tehát első alkalomkor, akkor ugyanez a felosztás megmaradt, tehát a Száván és a Dunától északra voltak az úgynevezett eskenáz, vagyis majd itt hívták őket a magyar zsidók, és délre a Szávától és a Duna folyóktól voltak az úgynevezett szefár zsidók, vagyis már a spanyol zsidók. Ez a mai napig is így van. Hát voltak kis keverések, házasságok, stb., de nem nagy számba. Úgyhogy a balkáni zsidóknak a kultúrája is lehet mondani, egyrészt ilyen szefárd, elfelejtettünk találkozni, talán azért is, mert rengeteg a gondunk, és egyszerűen úgy élünk, ahogy bírunk. És ennek alapján 3 évvel ezelőtt beszereztünk egy büdzsét erre, és megindultunk az úgynevezett Mahár találkozókkal, amit héberre annyit jelent, hogy holnap. Tehát nem jövő, hanem holnap, tehát a nagyon közeli jövő, mert elsősorban azt kell látnunk, aztán jön a távolibb jövő. Ez most már 3. éve, hála Istennek, hogy találkozunk. Annyit mondhatok, hogy minden évben 450, 500, sőt 600 vendég is volt, és minden évről évre próbáljuk megjavítani az előadók és a panelistáknak a minőségét, és mindig híresebb és híresebb embereket hozunk össze a zsidó európai vagy amerikai diasporából, és különféle témákról beszélünk. A második ok, hogy találkozunk, az abban van, hogy megismerkedjenek a fiatalok. Mink az idős generáció egymásra emlékszünk még a régi időkből, és mikor még Jugoszlávia együtt volt, és de hát itt vannak a gyerekek, itt vannak az unokák, ezekről, hogy megismerkedjenek. Még az albán zsidó közösség is csatlakozik minden évbe, és azon kívül mindig van egy ilyen vendég hitközség, vagy nagyobb szervezet. Az idén Magyarországról jöttek, ott az egész Pestről a zsidó hitközségek elnöke, a budapesti hitközségek elnöke, Szegedről, Hódveződ Mázsárhelyről és a többi. Azért tartottuk fontosnak, hogy itt legyünk, tavaly is már, sőt tavaly előtt is, mert megpróbálunk megragadni minden olyan lehetőséget, ahol a különböző európai zsidó közösségek közötti együttműködésről esik szó, és ahol a különböző közösségek közötti kapcsolatokat lehet valamilyen szinten erősíteni és fejleszteni. Itt Montenegróban egy nagyon lelkes és kis számú zsidó közösség dolgozik, munkálkodik. Létszámukhoz képest egy hatalmas konferenciát rendeznek minden évben, most is körülbelül 400-an vagyunk itt a konferencián, és hogy mennyire fontos ennek a konferenciának a léte, azt talán jelzi azt, az is, hogy Izrael államának helyi nagykövetén túl a Zsidó Világkongresszus igazgatója, Robert Zinger is részt vesz a konferencián, és több előadással képviseltette magát. Érdekes egyébként a konferencia összetétele, én nagyon sok